Szép jó napot kívánok innét Szilvásváradról, 2023 április közepe van, indul az idei első nagyobb túra, egy 66 kilométeres bükki túra lesz a mai, és hát szintben sem lesz ez kevés, 5600 méter szint, úgyhogy pattanjunk is nyerekbe, és irány a bükkfenség. Zóra van, kereken elindultam. Itt egyébként ezen a sorompón keresztül, aki megfizette a díjat, az felmehet az olasz kapuig, azon az útvonalon, amelyen most én fogok felmenni. Íme Szilvásvárad. És innét a parkolóból már egyből dobunk is egy jobbost, és indulunk a Szalajka völgy felé. Azonban most nem megyünk ki a Szalajka völgybe, hanem itt majd a Tótfalu völgyben fogunk felmenni Gerendavár, illetve Olaszkapu irányába. Itt folyik mellettünk a Szalajka patak, elég bővízűen van most benne víz. Úgyhogy itt egyébként két nappal ezelőtt a bükkfenségon még az utakon hó volt. Láttam egy videót. Tony Curtis küldte át, ezúton is üdvözlet neki. Bükki Nemzeti Park. Tehát két napja még elég sok hó volt. Remélem ez már elolvadt. Egyébként már a nagyon jó időt jósoltak a meteorológusok. Eddig kétszeres zumba voltam, bocsánat. Úgyhogy most indul gyakorlatilag akkor a túl. Itt haladunk a Szalajka patak mellett, és hamarosan jön az elágazó. Itt balra fogunk menni, és nem a Szalajka völgy irányába, ami arra szembe van, hanem kezdődik a mászás. 13 kilométeres emelkedő az olasz kapuig, a bükkfenség bejáratáig. Most búcsút veszünk a Szalajka pataktól is, és akkor a Tótfalu völgyön keresztül felfelé a Millenniumi kilátó érintésével megkezdtük a mászást az olasz kapu felé. Van előttem a Gerendavár, ott fogunk majd elmenni kerékpárral, de most megállunk itt a kis pihenőnél, és vizet fogok vételezni, ugyanis a bükkfenségon nem nagyon van forrás. Jávorkutól lesz majd legközelebb. Úgyhogy most ide bejövök, és megtöltöm a kulacsomat. Na, lehet látni, hogy egész jól folyik. Egyébként általában ez a forrás mindig működik, még a legszárazabb időkben is. És aztán tényleg orrán száján folyik a víz, így a hóolvadást követően. Úgyhogy itt érdemes megtölteni a kulacsot. Én is megteszem, aztán irány fölfele arra. Jól néz ki egyébként a hely. A bükki kerékpáros teljesítménytúra egyik ellenőrző pontja ez egyébként. Ott pedig a Millenniumi kilátó látható a távolban. Következő megálló pihenő pont. Addig meg megyünk fölfelé, itt a kanyargóson. Megálltam csak egy fél percre a panoráma erejéig, de hát abba az irányba fogok majd tovább menni. És onnét jövök, itt pedig egy jobb panoráma lenne, ha nem sütne szemben a nap. Ott van az út a távolban, azon jöttem. Úgyhogy egyébként ez az országnak az egyik legszebb panoráma útja lenne, hogyha nem lenne itt ennyi növényzet. Itt pedig van néhány fenyő. Na, megyek tovább, mert azért haladni kell. Ott a Millenniumi kilátó. Hamarosan megérkezek. És még 7 kilométert kell fölfele menni. Legalábbis
itt az első részen. Aztán lesz azért még majócskán mászás. Nagyon szépek ezek a fenyők. Itt április közepén egyébként még a növényzet az nem nagyon hajtott ki. Levelek még nincsenek, majd május közepére vár. Itt is lesznek. 7 kilométer mászóka még az olasz kapuig. Egyre durvább emelkedési szintek jönnek. Most jön majd egy lankásabb rész. 563-on vagyok egyébként, és hát olyan 850-860-ra kell fölmennem első körbe. Itt pedig mellettem a hegyek. Panorámára nem lehet panasz. Nagyon szép. Csak kicsit párás, meg szembefényes. Arra van egyébként a Szalajka völgy. Korlatilag 25 perc elteltével megérkeztem a Millennium kilátóhoz. Most nem lehet látni innét, de ott lehet fölmenni azon az ösvényen. És van egy ilyen háromdimenziós úgymond térkép a hegycsúcsokról. És a gyík is kijött napozni. Úgy gondolta, hogy ez egy jó hely lesz arra, hogy feltöltődik ő is a tavaszi napsugarakkal. Megyek tovább fölfelé. Sajnos nagy panoráma innét nincsen, mert benőtték a fák, amit valószínű szándékosan hagytak meg, hogy azért menjen föl valaki a kilátóba, mert hogyha nem lenne itt fa, akkor kutya nem menne föl, mivel hogy fizetős. Én pedig megyek tovább Olaszkapu felé. Abból az irányból érkeztem, és megérkeztem Gerennavárhoz. Itt lehet felmenni. Egyébként tábla is jelzi. Tengerszint feletti 700 méter, Olaszkapu még 3,5 kilométer. És 9 kilométert jöttem eddig. Nem sok emberrel találkoztam még. Kilométer elteltével megérkeztem a halálkanyarhoz. Itt pedig a Bükknek néhány magasabb csúcsa. Egész jó panoráma. Következő megállónk Olaszkapu lesz. És akkor az első emelkedő sikeresen teljesítve 870-en érkezünk az Olaszkapuhoz. Pillanatokon belül, ugye eddig lehet feljönni a Szalajka völgy felől autóval. És gyakorlatilag itt kezdődik a Bükk-fennsík. Remek túrákat lehet indítani innét, ki nem akar föltekerni mondjuk bringával. Hát most nincs itt senki. ...872. És ott van előttünk az Olaszkapu. És kezdődik a Bükk-fennsík. Emelkedő teljesítve. Hát megérkeztem az Olaszkapuhoz, 1 óra 10 perc volt a menetidő Szalajka völgyből. A bringa abba az irányba fogok majd tovább menni, és gyakorlatilag itt kezdődik a Bükk-fennsík. Itt pedig egy tábla, Palavicsini, aki hát nem ő törte át, hanem Thurzó Gáspár 18 olasz hadifogójal 1918. július 22-én. Ezt a sziklafalat föl is lehet menni ide a tetejére, de én most nem megyek föl. Nem volt itt út, egyébként ezt a fennsíki kisvasút miatt kellett itt áttörni ezt a sziklaképződményt. És akkor innentől pedig irány a Bükk-fennsík. Megyek a Nagymező, illetve Jávorkút irányába. Fekete Sár, az a terület neve. Megyünk a kijelölt útvonalon
Nagymező irányába. Út itt ilyen vegyes felvágott, hol jobb, hol rosszabb. Tehát gyakorlatilag ez is aszfaltos. Végig lehet rajta menni. Jelzett kerékpárút. Egyébként a bükkben van egy olyan szabály, legalábbis a turista térképen ezt olvastam, hogy csak az aszfaltozott és legalább 2 méter széles utakon lehet kerékpározni, mert akár a természet, az erdészek büntethetnek is. Úgyhogy ilyen kis szép környezetbe igyekszem át a bükkön. Jól néz ki. Félkézzel meg pláne. Ez pedig itt nem más, mint a zsidórét. Fokozottan védett természetvédelmi terület. Arra fele el lehet menni a három kőre. De én most arra nem megyek, mert hát azt majd egy legközelebb, egy másik túra alkalmával fogom útba ejteni. Én most megyek tovább a Nagymező felé. Erre vezet az utam. Majd jövök visszafele majd erre, Bányahegy felől. A délutáni órákba. Előtte még lemegyek Jávorkútról Garadna, illetve Lilafüred felé. Ott fut egy valami, egy őz. Talán kisebb termető állat volt. Jaj, de rossz minősége az út, úgyhogy el is teszem most a kamerát. Esőbeálló kis sárvölgy nevezetű helyen vagyok, és hát mellettük itt van a kis sárvölgy. 2 napja itt még hó volt, szerencsére már elolvadt. Viszont az út minősége az borzalmas. Hamarosan elágazáshoz fogok érkezni, és itt balra fogok tovább menni. Ha egyenesen mennék tovább, akkor Bányahegy felé érnék ki, viszont majd visszafele abból az irányból fogok erre érkezni, és amerre most jöttem, arra fogok lemenni, ismét Szilvásvárat felé, Nagymezői Őrház. Megyek is itt egy kört, és akkor meg tudom mutatni, tehát arra van Bányahegy, erre a Nagymező, erre fogok most tovább haladni, ezen a fantasztikus minőségű úton, ez pedig az Őrház. Jaj! És majdnem orra estem. Eddig 15 kilométer, nem egészen másfél óra alatt. Íme a szintprofil. Megyünk lefelé. Egyelőre még nem durva a lejtési szög. Szépen lazán beérünk a nagymezői térségbe. Ebben a pillanatban és pillanatokon belül elénk tárul a Fenség Nagymező nevezetű tájegysége. Igen. Sajnos nem süt a nap. És az út minőség sem a legjobb.
májusba célszerű kijönni, amikor már minden szép zöld. Egyébként most se rossz. Ilyen edzésnek teljesen jó lesz ez a karika, amit ma letekerek. Igaz, akkor itt balra el lehet menni Bánk út felé. Na most én nem megyek arra. Meg legközelebb pedig van ilyen kis esőbeálló. Igen, ez a Bánk úti kereszteződés. Ez pedig egy esőbeálló. Itt a nagy mező elején. Itt pedig a nagy mezőt jelző tábla. Tavaly a Bükki teljesítménytúrán ősszel itt csináltam fényképet. Hát lehet, hogy most is megteszem. És még egy nagy mezői tájkép. Nagy üzemben folyik a fakitermelés. Ezt lehet látni. Kecskelábréti elágazónál vagyok, abból az irányból érkeztem. Errefelé van a Lustavölgy, tavalyi májusi Bükki teljesítménytúrán abból az irányból jöttem, onnét. Akkor még megvolt itt ez az erdőség, de már kivágták. Most pedig innét megyek le Jávorkút felé, abba az irányba. Kutás van le Jávorkút felé, ha nincs meleg. 9 fok van mindössze, és az út minősége, illetve a rá felhordott kavicsok miatt sem túl biztonságos, úgyhogy most nem fogok videózni lefele. Elég így. Érkezek Jávorkútra. Szintén a Bükki teljesítménytúra egyik ellenőrző pontjánál meg fogok állni, és kajálás következik. A forrás pedig működik. Fantasztikus. Na, keressünk egy helyet. Napsütésről volt szó, ehhez képest. Nem úgy tűnik, mintha olyan nagyon napsütéses lenne az időjárás. Még mindig Jávorkút. Megnézzük a forrást. Határozottan folyik. Hát mindjárt vízcsere következik. Ez 20 km volt távolság a Szalajka-völgyből, illetve Szilvásváradról másfél óra alatt felértem, 551 méter volt az emelkedés eddig. Egyébként a kék-piros túra turista jelzésen fogok lefele menni, a lámpát bekapcsoltam, ugyanis itt már forgalom lehet, egészen Lilafüredig, majd Lilafürettől pedig következik az Egri út a Bányahegyig föl. Az majd kemény lesz, de most megyünk lefele, száguldozás Lilafüredig. Mindenhol megy a fakitermelés. Lehet látni, hogy nagy üzemben. Bár szerintem ide hozzák le itt a Bükk-fennsíkról kitermelt fákat. Na.
Na, megyünk lefele, hamarosan következik Bolhás, aztán Létrás és a Savós völgy, ami most lefele lesz meg, és nem úgy, mint májusban, illetve szeptemberben, mert akkor fölfele volt meg. Nem volt rossz mászóka, az sem. Úgyhogy arra, torony iránt. Lefelé. Errefelé rengeteg a víznyelő barlang. De egyébként balra a kék jelzésen el lehet menni Ómassára, ami abban az irányban van, itt a mellettünk lévő völgyben helyezkedik el. Mi majd annak a völgyén fogunk lemenni, egészen Lilafüredig, a Garadna völgyén. De addig még jó pár kilométer hátra van gurulásban. És amit az előbb említettem, persze, hogy a Savós völgy is, azért majd kell húzni a fékeket lefelé. De hát arról már készült felvétel tavaly májusban a Bükki teljesítménytúrán a 30 kilométeresről, úgyhogy arról nem sok videó fog készülni. Egyelőre lemegyünk az aljába, aztán majd meglátom. Kanyarodni Sebesvíz felé. Hát most nem megyek, mert eléggé sáros, meg vizes az út. Sebesvíz panzió. És étterem egy jó hely, majd talán egy másik túra alkalmával. Megnézzük. Kicsit szárazabb időjárás lesz, illetve szárazabb körülmények lesznek. Nem sok kedvem van lemenni az aszfaltról dagonyázni. Hello. A 8 fokba jövök itt le 40-nel. Nem mondanám, hogy kellemes, és most következik a Savós völgy. Szerintem itt se lesz túl meleg. Jövünk lefelé, lehet is látni, hogy itt már ügyeznek a fák. Itt a Savós völgyben. Bár mondjuk nem tudom, hogy mit ad vissza ebből a kamera, de egy szabad szemmel így jól látható. Ó, én már ráfagytam itt a 8 fokba a bringára. De tényleg. Itt már határozottan látszik, hogy milyen sok a zöld levélkezdemény a fákon. Szuper! Abból az oldalból jövök lefele, ott megy az út fent. Kidőltek a fák, de már szerencsére eltakarították őket, minket ez nem zavar. Itt pedig alattuk a Savós völgy. Van is ott valami kis patak. Pedig megyek lefele továbbra is. Hamarosan leérek a Garadna völgyébe. 59 méteren vagyok, ugye 870. 5 körül voltunk az olasz kapunál, és hát az a helyzet, hogy onnan még vissza kell mászni, úgyhogy nem örülök neki. Lesz itt valami mászók a rendesen, ott pedig lent megy az út, ahol fogunk menni Lilafüred felé, vagyis egy autó, nem tudom mennyire látszik. Az a Garadna völgye. Ott fogunk lent hamarosan kerékpározni, de még mielőtt abba vele csatlakoznánk abba az útba, megnézzük a forrást. Na, most elesek, vagy nem esek el, itt már nem annyira jó minőségű az út. Savós völgyben sem. Na mindegy, megnézzük a forrást, aztán utána csapatjuk le Lilafüred felé. Haladni kell, nem sokára már egy óra van, és még vissza kell menni Szilvásváradra. Hát kell menni még egyszer, még a Bükkön. Itt vagyunk az aljába. Kis vonat nem jön, most újították fel egyébként a pályát, onnét jöttünk, onnét föntről. És akkor elmegyünk erre, megnézzük a forrást, hogy működik. Hát valószínűleg fog működni, mert Garadnában, a patakban is rengeteg víz van. Tudtam, hogy itt van ez a forrás, és már az őszi Bükki teljesítménytúra alkalmával is felkerestem. Itt a Savós völgy előtt egy remek vízvételezési lehetőség, ugyanis hát Jávorkútig nincsen forrás.
és azért a Savosvölgyön meg azért rendesen izzad az ember. Sim mellett próbálok itt el bringázgatni, kisebb-nagyobb sikerrel, félkézzel, lefagyott félkézzel, azt tegyük hozzá, mert azért szépen lefagyott most lefele, és itt a Galanda patak, itt pedig a forrás. A Galadna folyik bele a hámorítóba. Elég bővízű most. A völgyében suhanok lefelé. Mellettünk a Galadna patak, illetve a kis vasút, melynek a viaduktja, kis viaduktja ott látható. Ez a Savósvölgyi. Illetve a Savósvölgy. Így van, a Savósvölgyi viadukt. Ha minden igaz. Itt vagyok a hámorító mellett. Ilyenkor még le lehet látni, mert nincs növényzet a fákon. Nem sokára beérek Lilafüredre. Aztán keletkezik megint a mászás. Hát az majd érdekes lesz. Bányahegy felé. Hát addig még nem is gondolok erre. Először érjünk be Lilafüredre, aztán majd utána lehet ezzel foglalkozni. Lejöttem, 316 méteren vagyok jelenleg. Nem örülök. Valószínűleg többet kell majd visszafele mászni, mint Szilvásváradról a Bükkfenn-síkra. Úgyhogy a túra kemény része az majd csak most következik. Ott pedig a palota szálló velünk szemben. Úgy látszik, felújították az utat, új aszfaltot kapott itt Lilafüred határában a Galadnához vezető út. És ebben a pillanatban érkezek meg Miskolc Lilafüredre. Na, hát elindultam Lilafüredről fölfelé, visszafelé, és akkor következik a mászás. Nem lesz egyszerű. Lilafürednek vége. Alagút. Nagyobb buszok ne jöjjenek erre. Ez pedig már az Eger-Miskolc vagy Miskolc-Eger főútvonal. Úgyhogy hát Eger 43, Répás utca 12. Most arra nem megyünk, Hórvölgy felé, hanem megyünk Bányahegy irányába. Egy jó hosszú szakaszon ezen az úton. Kerekhegyi szurdok, Színva forrás felé haladok. Elég jól néznek ki ezek a sziklafalak. És emelkedő következik. Megkezdjük a mászást. Az olasz kapu felé, mindjárt egy 4 kilométeres emelkedővel. A bringások. Itt vagyok a Színva forrásnál.
meglepő módon működik. Ez is egy jó vízvételezési lehetőség. De én most kihagyom, mert a vízkészletek fel vannak töltve. Úgyhogy nekivághatunk a bükkfenségnek ismételten. A félúton Bányahegyre, Bányahegy felé, jobban mondva, abban az irányból érkeztem, arra fogok majd tovább menni. Megálltam egy kis pihenőre. Itt nem tudom hol, de hát ja, masszívan emelkedik fölfelé, mindjárt Hollostetőre fogok megérkezni. Úgyhogy mászás van fölfelé. Ez pedig itt nem más, mint Rejtek. Úgy nevezik ezt a kis helyet, itt az Eger-Miskolc főút mellett. Pénzpatak következik majd hamarosan. Egy kis pihi itt az emelkedő előtt, aztán folytatjuk tovább. Itt vannak ilyen tanúsvény jellegű túrák. Ez is egy jó túra kiinduló pont lehet. Teljes nyugi van. A répás utai elágazás. Arra fogok tovább menni. És abból az irányból érkeztem. Erre pedig megy a bükki. Hát a fene tudja. Valamilyen kék jelzés. Itt is van egy ilyen kis esőbeálló. Bányahegy elágazás. Az még 5 km. Az idő továbbra is felhős. A Bányahegyi elágazás, megérkeztem, és itt hagyom az Eger-Miskolc főutat, és majd abba az irányba fogok tovább kerékpározni. Tehát ez a Bányahegyi pihenő, illetve esőbeálló. Szilvásváradi indulásom óta eltelt 3,5 óra, és eddig 51 kilométer, 51,5, 1039 méter szint. 14 hetes átlaggal. És akkor most jön majd ez a Bányahegyi rész vissza föl a bükkfenségre. Ez így elég kemény lesz. Aztán hát Olaszkaputól már megyünk lefelé. Addig kell felszenvedni valahogy magunkat. Tehát Bányahegy. Nagyjából a Bányahegyi emelkedő felénél tartok, abból az irányból érkeztem. Délfelé lenne jó panoráma, csak itt ez a sok fa, és abba az irányba fogok tovább haladni. Bányahegy, és akkor megnézzük, hogy mi a helyzet. Kicsit lihegős a szakasz. Azt mondja, hogy hát szint profilunk így néz ki, most vagyunk 8-10, hát még egy 800 méter és fönn vagyunk a tetőn, így néz ki a profil, 4 km, még 120 métert kell emelkedni, és eddig 4200 kalória, 8 fok van, hát gyakorlatilag eltelt idő 5 óra 19 perc, az akkumulátor 71%-on van, de úgyhogy végig működött a kompjúter. Úgyhogy meg vagyok elégedve a kis Garminnal. Teljesen jó. És az eddig megtett táv 53-54 km, 3 óra 48 perc tekerés volt, 1152 méter szint. Na, arra tovább. Onnét érkeztem, és hát szerencsére fönt vagyok a tetején, Kiskőhát nyerge 826 méter tengerszint felett. Olaszkapu, arra megyek én 4,6 km, onnantól pedig majd már csak lejteni fog. Az út, abban az irányba fogok tovább haladni, itt ezen a jelzésen, ezen a földúton pedig a Nagymezőre lehet el. Jutni, hogyha valaki arra szeretne menni, természetesen amerre én fogok menni, arra is el lehet jutni a Nagymezőre, hiszen mindjárt nem sokára elérek arra a pontra, ahol
Elfordultam délelőtt balra a Nagymezőre, hát nyilván ez most jobbra fog fordulni, tehát jobbra fordulnánk, hogyha arra mennénk, de megyünk tovább majd egyenesen Olaszkapu irányába, úgyhogy fölveszem én is a kabátot, és illetve a széljacket, aztán megyünk lefele, mert indít már lejteni fog, mindjárt meg is mutatom a magasság, illetve az út profilját, lejtés, illetve így van, 8.34, nincs több emelkedőnk, és megyünk lefele arra. Itt ezek a kék, zöld, meg mit tudom én milyen vonalak, ezek a turista utakat jelölik, és így néz ki a profilunk. Úgyhogy megyünk is lefelé, illetve az Olaszkapu felé. Na ez az a pont, ahol reggel, illetve délelőtt elmentem arra jobbra, a Nagymező felé, és akkor igazából innentől ugyanaz a szakasz fog következni, ami délelőtt, csak fordítva. Itt van a kis ház, és akkor megyünk tovább Olaszkapu irányába, hát itt nagyon rossz minőségű az út. Nagyon nem is lehet haladni, csak elég lassan. Jó kis medvés környék. Hát az út az nagyon vacak. Erre is ráférne egy felújítás. Az Olaszkapu Szilvásváros utat azt tavaly felújították, úgyhogy az egész jó minőségű lett. Igaz, az fizetős. Ismét itt vagyunk a zsidó rétnél. Ami azt jelenti, hogy az Olaszkapu hamarosan következik. Körülbelül 1 kilométer még. Max másfél. Nincs már messze. Végére természetesen kisütött a nap, hát egész nap nem sütött, csak amikor jöttem fölfelé. Úgyhogy, hát most van egy kis napsütés. Ez is valami. Na, hát akkor innen már csak gurulni fogunk. Fönt vagyunk a tetejében, 8.85. Kis gyönyörű panoráma. Pillanatokon belül megérkezek az Olaszkapuhoz. Aztán irány lefele. Ott már valószínűleg nem fogok videózni, hiszen délelőtt már készítettem felvételeket arról a szakaszról, ugye fölfele volt ez meg. Most pedig lefele. Egy jó megérdemelt 12 kilométeres gurulás következik. Innét az Olaszkaputól egészen Szilvásváradig. Végén természetesen majd elmondom az adatokat, a mai túra adatait. Azt majd lent a parkolóban. És akkor még egy pillantás a Bükkfenn-síkra. Most pedig az Olaszkapu keresztül elhagyom a mai túra főbb célpontját, a Bükkfenn-síkot. Összességében ez egy jó túra volt, úgy gondolom. Na, az adatokkal meg majd jelentkezek lent. Következik a 13 kilométeres gurulás. Megálltam egy kis vizet venni, igen, csak megfogyatkozott itt a vízkészlet.
Ott pedig a Gerennavár, onnét jöttünk lefele. Egyébként brutális sebességgel lehet lejönni az olasz kaputól. Hát én is 40-50-nel jöttem lefelé. Ilyenkor meg pláne jól lehet jönni, mert igazából gyakorlatilag nincs forgalom ezen az úton most, így szezon előtt. Én se találkoztam egy autóval, gyalogossal, bringással, senkivel sem. Úgyhogy meg lehetett tereszteni neki szépen lefelé. Na, irány a Szalajka vagy másfél kilométer, aztán finit. Most érek az aljába. Hát most már nem megyek ki a völgybe. Már végül is van egy kis időm, úgyhogy megnézzük a Szalajka völgyet, ha már itt vagyok. Hát mégiscsak Szilvásváradon vagyunk, úgyhogy következik a bónusz program, a Szalajka völgy. Itt kutyafuttában megyek végig. Na, fél öt van. Van még egy 200 kilométer előttem, amit le kell vezetni, 210. Itt van egy ilyen kis vadas park, itt vannak állatok. Most nem tudom, hogy merre vannak, de vannak szarvasok. Itt megyek a tó mellett, és mindjárt megérkezek a pisztránk füstölőhöz. Sáfrány úr pisztránk füstölőjéhez. Fantasztikus ez a füstölt pisztránk. Aki meg nem kóstolta, az mindenképp próbálja ki. Hiszen nagyon finom. Pedig a pisztrángos medencék. Itt nevelik a pisztrángokat. Aztán meg lesznek füstölve. Nekem egyébként nagy kedvencem Szilvásvárad. Gyakran járok ide a fiammal. Neki is a kedvence. Hát végül is egy Magyarország egyik legfelkapottabb turisztikai látványossága. Illetve látványosságai, mert nem csak a fátyóvizesés van itt, hanem tényleg 1000 millió látnivaló. Abban a szemben lévő házban keltetik a pisztrángokat, illetve ott nevelik a kis pisztrángokat. Van víz rendesen a patakba. Van egy kis domb, megmásszuk. Hát 1200 méter mászás után ez már meg se kottyan. És az a durva, hogy még mindig van erőm. Még már több mint 70 kilométert bringáztam. Simán félkézzel. Ez pedig a kis tó. Mi a neve? Pénzes tó. Itt is van egy ilyen szikla átvágás. Ott van benne a pénz. Egyébként pisztrángok is vannak benne. Megnézzük a sziklaforrást is. Szépen haladunk felfelé a patak mellett. A váltóm elkezdett hülyéskedni. Meg jó, hogy most és nem a túra közben,
és annyira nem érdekel, majd otthon ránézek. Érkezünk a szabadtéri erdészeti múzeumba. Van egyébként zárt is. Ott jöttünk el mellette. Zöld épület. Zilai Haladár erdészeti múzeum. Most nem megyek be. Megyünk fel a fátyóvizeséshez. Egyébként jó programok vannak itt, jó játékok meg. Látnivalók érdemes bemenni. A fiam is nagyon kedveli őket. Most érik a látnivalók. Érkezünk. Az Alajka völgy legfőbb nevezetességéhez, ami nem más, mint a fátyolvízesés. Pedig itt a kisvasút végállomása, a Gloriett tisztás, úgy hívják. Lehet piknikezni, napozni, már ugye, hogyha van nap, hanem sokat láthattuk. És akkor megnézzük itt a felső tavat. Valószínű, a tóban jó sok víz lesz, mert az a hátsó kis vízesés, az a tónak a túlfolyója. Úgyhogy, ha lesz itt víz, mindjárt föltekerek ide, aztán meg is tudjuk nézni. Egy félkézzel talán sikerül. Na ja, egész jó. Egész jó, tele van. Mindjárt adom a bringát, aztán megnézzük egy kicsit jobban. Van benne víz rendesen. Nagyon jó színe tud lenni a tónak, főleg délelőtt, hogyha van napsütés, marha jól néz ki. Ott pedig arra van az istálóskői barlang, arra fölfelé. Hát oda most nem megyek föl. Még ha fizetnének, akkor sem mennék. Elég volt mára. És akkor ez a túlfolyó, amiről beszéltem. Hát van víz rendesen. Nem megyünk, megnézzük még a forrást is, és akkor tényleg teljes lesz a kép. Tó mellett haladok. És hamarosan meg is érkezek a forráshoz. Tiszta víz itt, minden meg sár. Már két napja itt még hó volt. És akkor itt vissza lehet menni a túloldalon. Csak nem lehet átmenni, mert ott van a túlfolyó. Arra mindenki készüljön. Itt pedig jó sziklás, köves. Félkézzel jó bringázni. Megnézzük a forrást. Nem így nézett ki a hely eredetileg, csak néhány évvel ezelőtt volt egy áprilisi havazás, és rengeteg fa kidőlt, hát azóta néz így ki minden. És akkor íme a Szalajka forrás, egészen bővízű. Erre a forrásra azt kell tudni egyébként, hogy a Bükkfenséknek a csapadékvizét gyűjti össze. Majd ugye, mivel karsztos hegységről van szó, ezért a mészkő üregeken beszivárog a csapadékvíz, elszivárog dolinákon, víznyelőkön keresztül, és barlangrendszeren keresztül megérkezik ide a Bükkfenségről származó csapadékvíz. És itt hát így egységesen kifolyik, állítólag több forrás volt itt a környéken, és akkor egy ilyen kis barlangrendszert hoztak létre. Sajnos egy búvár életét is vesztette itt ebben a barlangban. Neki van ott fönt az emléktáblája. Úgyhogy innét indul a Szalajka patak. Esetleg, hogyha valaki nem volt, nem járt erre, akkor annak egy kis információ. Egyébként kristály tiszta, iható a víz. Most pedig irány le a parkolóba az autóhoz.
aztán nyomás hazafele. Na hát akkor ezzel a túránk véget is ért, gyors adat elemzés, hát az majd otthon lesz. Most itt gyorsban elmondom, 75, hát majdnem 76 kilométer, kereken 5 óra alatt, 15-1-es átlag és 1341 méter emelkedés volt. Kalóriaszám, hát ennyi nem volt. Egy 700, hát ezt még nem számoltam. És ennyi. Na hát a legnagyobb emelkedésünk megvan, az új rekord. Jó, terhelés 658, az egész jó. Regeneráció. És igazából ennyi. Ugye én köszönöm szépen a figyelmet, és ezzel a képpel búcsúznék innét Szilvásváradról a kisvasút állomása látható. A vonat mögött, ami csak részben látható. Találkozunk legközelebb, szevasztok!